Egyre több rendezvényről lehet hallani, amelyek főleg a nyugdíjas korosztály célozzák Kecskeméten. Mai vendégünk Szalókiné dr. Kis Katalin, a Kecskeméti Nyugdíjasok Klubjainak Megyéjogú Városi Szövetségének elnöke, akivel nem csak az elmúlt időszak eseményeiről, de egy közelgő kiállításról is beszélgetünk. Üdvözlöm, jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Kecskeméti Televízió nézőit, köszönöm a lehetőséget, hogy a nagypapák és nagymamák nevében lehet beszélni arról, hogy hogyan éltük meg ezt az elmúlt időszakot, és milyen terveink vannak a következő néhány hónapra vonatkozóan. Hát akkor beszélgessünk a közelmúltról. Hát volt nekünk itt egy pandémiás időszakunk, ami hát számunkra ismeretlen volt. Nagyon-nagyon érzékenyen érintettek kicsiket, nagyokat, családokat, szóval mindenkit. Hogyan tetszettek venni az akadályokat? Mennyire lehetett átvészelni ezt az időszakot? Hát nem könnyű időszakot éltünk meg. Különösen azok az idős kortársaink, akik ugye egyedül voltak, nem tudtak klubokba menni, nem tudtak találkozni, elmaradtak a kézfogások, az ölelések, amit egy-egy ilyen klub találkozón meg lehetett tenni, sőt, elmaradtak a jó kis beszélgetések is, meg pletykák, amik szintén a mi életünkhöz is hozzátartozik. De én úgy gondolom, hogy átvészeltük ezt az időszakot, és amivel a szövetség segíteni tudott ebben a nagyon, de nagyon rossz időszakban, az elsősorban az volt, hogy minden programunkat próbáltuk megvalósítani, mégpedig online formában. Hát online forma. Tehát én nem tudom, de a tanítást is teljesen át kellett formázni erre az új hullámra. Nem tudom, hogy a nyugdíjasok mennyire tudtak rugalmasan hát belekapcsolódni ebbe az életbe, mert a tanítás is nagyon nehéz volt, bár gondolom, hogy a gyerekek sokkal jobban vették az akadályokat, mint amikor ugye a tanárok próbálkoztak mindenfélével, pláne, hogyha nem informatikát tanít az adott tanárnő vagy tanár úr. Ki volt a segítség? Hogyan lehetett megoldani a nyugdíjas generációnak a 21. századdá tételét? Ki segített nekik? Hát a családon belül biztos, hogy sok segítséget kaptunk a fiataloktól. Ugye őnáluk már nem gond, hogy megnyomnak egy gombot, és hogy mit, hogyan, milyen formába kell kezelni. A idősekben viszont volt annyi tenni akarás, hogy tanultak. Nem maradt más lehetőség, mint az, hogy ugye, ahogy megtanultuk a egymással való kommunikációt mindenféle formában, ugyanúgy meg lehetett tanulni azt is, hogy megnéztük, meg a vetélkedőkön úgy vettünk részt, és sikerült is a programjainkat így lebonyolítani, hogy például akár a Biblia ismeretét, akár a Versvarász című rendezvényünket ismertetném, vagy mondanám. Megoldottuk úgy, hogy mindenféle kapcsolattartás megmaradt azért az idősekkel, őket is érdekelte az, hogy na milyen programokat fog megvalósítani a szövetség, és bizony tesztlapokat kiküldve, maguk életéről beszélgetve, egyáltalán hírt hozva a szövetség felé online formában megoldották, meg az egymással való kapcsolattartást is. Egyébként nem volt nagy riadalom? A résztvevők számában nem volt csökkenés, akik részt vettek ezeken a programokon? Hát csökkenés mindenképpen volt, sőt a klubtagságunkat is megviselte ez az időszak, mert azért nem vagyunk már olyan nagy létszámok, mint amit mondhattunk volna. De én úgy gondolom, hogy túl akartuk élni ezt az időszakot, és megvolt bennünk az a kitartás, akaraterő, hogy amilyen módon csak lehet, megpróbáljunk mink is ebbe az időszakba tevékenykedni. És akkor jött a tavasz. Így van. Nyitott minden, és hát bíztunk benne, hogy visszakapjuk a régi életünket. Önök mennyire kapták vissza? Hát azért többé-kevésbé visszakapták az idős emberek is. Mondom, nagyon fontos, hogy ez az akarat is megvolt bennünk. Mi meg a szövetségen keresztül most már igyekszünk majd olyan programokat csinálni. Most a szeptember hónapban már voltak kirándulni,
egy buszos kirándulással most megkezdődtek a klubokba is ezek a közös programok, kirándulások, természetjárások, minden egyéb. Úgyhogy meg tudtuk csinálni a túráinkat, amiket beterveztünk, és most még úgy gondoljuk, hogy a hónap vagy az év végéig, ami még hátra van, azt a programot, azokat a programokat meg tudjuk valósítani. Melyek lesznek ezek? Már is. Tegyük közzé, hogy segíthessünk a nyugdíjasokra. Már is mondom, hogy a Mozdulj programunkból még egy úszoda látogatás van hátra, úgyhogy abban mindenképpen szeretnénk sok embert vonzani. Ez mikor lesz? Ez azt hiszem... Közeljövőben október, lesz? Igen. Október elején. Akkor... A séta az egészségért mozgalomban háromféle táv volt kijelölve, mind a három távon ilyen sokan vettek részt. Akkor hátra van még október 1-i rendezvényünk a Aranyfürt, ahol népdal és népzenei találkozó. Hát itt is szeretnénk, hogyha ez természetes módon történne, nem online formában, de arra is föl vagyunk készülve, hogyha nem így, akkor online formában fogjuk megvalósítani. És van egy csodálatos új programunk, a szövetség elnökségének a tagjai találták ki, akik egy kicsit föl vannak készülve erre a világra is, ami már problémás szokott lenni. Igen, muszáj tervezni. Így tehát van. A variáns, B variáns, nincs mese. Ez pedig azt a címet viseli, hogy gyermekkorunk puzzle darabjai. Itt vissza akarjuk hozni azt az időszakot, akár emlékezések formájába, akár versek formájába, akár játék formájába az 50-es, 60-as, 70-es éveket, és én úgy gondolom, hogy ez már, ahogy én hallottam a kollégáimtól, elég sokan érdeklődnek utána. Tehát van még mondani valója ennek a korosztálynak is, főleg ha egy kicsit magunkról lehet beszélni, meg a fiatalságunkról. Hát kell is, mert szerintem érdeklődőek a fiatalok, az unokák, hogy annak idején milyen élményekkel telve lehetett töltekezni, és aztán utána pedig szülővé válni, majd nagyivá válni, és segíteni az unokák fejlődését. Én úgy tudom, hogy lesz egy kiállítás most a közeljövőben. Mit lehet erről tudni? Holnap 10 órakor nyitjuk meg itt a mellettünk lévő templomba, a Barátok templomának a dísztermében a hagyományos kézimunka kiállításunkat. Hát, ha csodát akarnak látni, akkor ide el kell jönni, meg kell nézni. Vasárnapig fog tartani, minden nap ott lesz egy olyan szakemberünk is, aki szívesen tájékoztatja a résztvevőket arról, hogy ez a kézimunka most honnan ered, milyen öltésekkel készült, tehát nagyon nagy szeretettel várjuk a érdeklődőket, a nézőket, és én úgy gondolom, hogy azok is boldogok, akiknek a termékét ott megcsodálhatják a szomszédok, a barátok, az ismerősök. És nagyon mindenki. Sok programot tetszett ajánlani, de hát mindig meg lehet újulni, vagy hogyan megy ez, hogy mit szeretnének valójában a nyugdíjas klubok, a nyugdíjasok? Hát a klubok... Közvéleménykutatást tetszenek tartani? Igen, szeretnénk legalábbis, az én tervem az, hogy decemberben a klubvezetőket összehívjuk, és akkor egy ilyen ötletbörze címszóval tartanánk valami olyan beszélgetést, ahol a jövőnket, most már túl ezen a járványos időszakon áttervezhetnénk, megtervezhetnénk, úgyhogy mi örülünk, ha az idei programok lemennek, akármilyen formában is, de sok elképzelésünk van a jövőt illetően is. Hát nagyon jó egészséget kívánok Önöknek, és töretlen lelkesedést. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm.